Most már 8 kecskénk van, mert hétvégén is született. Egy nemrég született kiskecskét simogatnak éppen az alsós gyerekek a Sóstóhegyi Általános Iskolában. A megyében is kivételes módon állatsimogató működik az intézményben, ahova a gyerekek az órarendjükbe beépített programként hetente egyszer vagy többször is ellátogatnak. Etetjük, simogatjuk salátával, szilvával, almával. Sok gyerek a szünetekben is visszajár az iskolába, hogy részt vehessen az állatok gondozásában. Inkább naponta, meg hétvégén is ugye többször kijövök segíteni, meg megsimogatni az állatokat, meg a gondozónak segíteni. Az intézmény a Nyíregyházi Állatparkkal együttműködve 2 éve hozta létre ezt az állatsimogatót, melynek többek között szárnyasok, kecskék, juhok és ilyen kezes nyulak is a lakói. Az iskolának saját cirmosai is vannak. Az állatsimogató mellett iskolakert is működik, ahol magaságyásokat és üvegházat is kialakítottak a diákoknak. A Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény több éves törekvése, hogy a természet szeretetet közvetítse a gyerekek számára. Ennek egyik elismerése, hogy a megyében elsőként elnyerték az Állatbarát Általános Iskola címet. 2 éve kezdtük ezt a projektet, igazából és nagyon gyorsan sikerült egy összefogás által ezeket megvalósítani. A Nyíregyházi Tankereti Központ nagyon-nagyon mellettünk állt az első pillanattól kezdve, és a szülők és ugye az egyesületek is egy összefogás eredménye volt az, hogy ilyen szépen haladunk és ilyen gyorsan meg tudtuk ezt valósítani, úgyhogy látjuk az eredményeit, látjuk a pozitív hatásait, látjuk, hogy a mai gyerekeknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy a virtuális világ mellett további impulzusok és aktív impulzusok kérjék őket, úgyhogy ennek a keretében van több kísérleti tervünk is, amiben megvalósítása folyamatban van még. A pedagógusok célja, hogy az eredményesen működő élményalapú oktatást továbbfejlesszék az intézményben. A képzési programjukban ökomodul keretében az állatvédelem, a fajmegőrzés is szerepel. Az intézmény az év állatvédő általános iskolája címre is esélyes lehet idén, a terveik között pedig szerepel az is, hogy örökös állatbarát iskola címet szerezzenek.